Az idei év is bővelkedett eseményekben, Veszprém megyében és fejlesztésekben is. Sok olyan pályázati megvalósítás történik majd, amelyek jelentősen befolyásolják a megyében élők életminőségét. Mai beszélgetésünkben ezeket érintjük, valamint az oktatással és a turisztikával kapcsolatos kérdéseket is, terveket. Vendégünk Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke. Köszöntöm stúdiónkban. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Alelnök úr, az idejében nagyon sokat emlegettük a topos kifejezést, ugye a területi és település fejlesztési operatív program pályázatait, amelynek van egy egyes számú csomag és egy kettes számú csomagja. Azt hiszem, hogy nézőink is már jól ismerik ezt a rövidítést is. Foglaljuk össze, hogy mit jelentenek ezek a pályázatok a megye fejlődése szempontjából. Igen, nekünk is szokni kellett ezt a fogalmat, de nem csak a fogalmat kellett szokni, hanem az egész konstrukciót, hiszen azt tudjuk, hogy az Európai Uniós fejlesztések tekintetében és a pályázati pénzek tekintetében soha nem beszélhetünk 100%-os támogatásról, hanem mindig kellett hozzátenni önrészt, bárki is pályázott, bárki is nyert. Ez az egyetlen olyan konstrukció, amelyben nem kellett hozzátenni a településeknek önrészt, hanem 100%-os támogatást kapnak, 100%-ban támogatja az állam, az Európai Unió ezeket a fejlesztéseket, amelyeket szeretnének megvalósítani. Tehát én ezt tartom a pályázati konstrukció egyik legnagyobb előnyének, hogy mentesültek a települések az ilyen költségektől, hiszen egy kis település számára 2-3 millió forintos önrész egy pályázathoz is nagyon-nagyon sokat jelentett, és sokszor képtelen volt előtt teremteni ezeket az igényeket és ezeket az összegeket. Ez tehát az első, amivel nekünk magunknak is szoknunk kellett, és magunknak is fel kellett vértezni magunkat ehhez a feladathoz, és hála jó Istennek, hogy ezt megtettük. A megyei önkormányzat, a hivatal által sarat, a települések nagyon jó pályázatokat adtak be, és most már valóban túl vagyunk az első körnek az odaítélésén, és elkezdődött a második szakasznak az odaítélése is. Tudunk-e számokat is mondani? Mennyire éltek a települések, mennyire élhettek a fejlesztési lehetőségekkel? Mit jelent ez forintokban kifejezve? Ez közel 46 milliárd forintot jelentett megyei szinten a települések számára. Az első körben több mint 30 milliárdot, megközelítően 32 milliárd forintot osztottunk ki, és mindegy 12-13 milliárd forintnyi összeg maradt még, ami felosztásra kerül az elkövetkezendő időszakban a második körben. A jó matekosok egyből mondhatták azt, hogy 2-3 milliárd forint különbség van a két összeg között. Valóban, hiszen van megyei paktum, és vannak járási paktumok is, amelyek megvalósításra kerülnek. Ezek elsősorban a munkahelyek bővítését, új munkahelyek létrehozását, illetve azon hátrányos társadalmi csoportok számára írottak, akik eddig kimaradtak a munkaerőpiacról, és őket is be lehetne vonni a munkaerőpiacra. Ez kb. 3 milliárd forintos pályázati összeget jelent, megyei szinten is, illetve ennek vannak járási szintre lebontott programja részei is, és ez még körülbelül ennyit jelent, és hogyha mindent összeteszünk, akkor jön ki majd a 46 milliárd forintos összeg. Alelnök úr, arra kérem, hogy emeljünk ki néhány fontosat a megvalósuló projektekből, és most ne említsük még a sümegi fejlesztést, azt majd a következőnél. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy a kisebb települések és kisebb falvak is hozzájutottak fejlesztési összegekhez. És vannak olyan pályázatok, amelyek direkt nekik írottak ki, illetve vannak olyan régiók, úgynevezett hátrányos helyzetű régiók, amelyek előnyt élveztek a pályázat kiírásában. A pályázat kiírójának nem az volt a célja, hogy azok a régiók, amelyek eddig is fejlettek voltak, azok tovább fejlődjenek, és a hátrány szenvedő régiók pedig további lemaradásban maradjanak, hanem egy területi kiegyenlítődés volt az elsődleges cél, és én ezt tartom nagyon jónak, hogy nagyon sok település élt ezzel a lehetőséggel, és nagyon sok fejlesztés valósulhatott meg kis településeken is. Itt elsősorban olyanokra gondolok, ami a település képét javítják. Önkormányzati épületeknek a felújítása, csapadékvíz elvezetés felújítása, óvodák, iskolák bővítése, fejlesztése, és esetleg, ahol nem volt, ott még bölcsőde alapítása is szóba jöhetett. Én ezt tartom az elsődleges feladatnak, ami megvalósulhatott, illetve nagyon sok olyan pályázat van, ami a közlekedés fejlesztését is segítette. Ugyan itt kevesebb összeg az, ami most még kiosztásra került, még nem is nagyon látható ezek a fejlesztések, de azt remélem, hogy az úthálózat is javulni fog az elkövetkezendő időszakban. Én azt emelném ki még, hogy a Balaton felvidéki, illetve
A Balatonhoz közeli régió települései éltek elsősorban a pályázati adta lehetőségekkel, és én azt remélem, hogy a Sümeg környéki települések, hiszen vannak azért jócskán olyan települések itt a sümegi járásban, akik nem éltek az elsőkörös pályázati lehetőséggel, én nagyon remélem, hogy a második körben ők is élni fognak a pályázati adta lehetőségekkel. Igen, és Sümegről viszont elmondhatjuk, hogy nagyon jól élt a lehetőségekkel, hiszen több mint 2 milliárd forint pályázati forráshoz jutott. Hogyan kell értékelnünk ezt a hatalmas összeget a megye egyéb településeivel összehasonlítva? Ugye Sümeg, Pápa és Devecser voltak azok a régiók és települések, amelyek úgynevezett hátrányos régióban vannak. Ebből következően az ő fejlesztésük, az ő támogatásuk nagyobb előnyt élvezett, és ebből következően igyekeztünk ezt figyelembe is venni, és ebből adódhat az a szép összeg, amit ön is említett, több mint 2 milliárd forintos fejlesztés. Ezt ha jól számol, akkor kb. 10 projekt, 10 pályázat a város tekintetében. Ebben vannak olyan fejlesztések, amelyek turisztikai fejlesztése elsősorban, meg olyanok is, amelyek a település lakosságát érintik. Hiszen itt elsősorban azt kell megemlíteni, hogy a topos programoknak az volt a célja, hogy maga a település kép javuljon, a település fejlődjön, és az itt élők is érezzék ennek a kedvező hatását, és ne csak a turisták, hogyha ezt szabad mondani. Sümeg úgy próbálta összeállítani a pályázatait, hogy a turisták is élvezhessék, akik ide jönnek, legyen vonzó a turisták számára is, de természetszerűen az itt lakók komfortérzete is javuljon, és ők is érezzék ennek kedvező hatását. Én ezért emelném ki elsősorban azokat, amelyek a közlekedés fejlesztését célozták meg, utak fejlődését, körforgalom kialakítását, csapadékvíz elvezetését, önkormányzati épületek felújítását, és természetesen vannak benne olyanok is, amelyek turisztikai vonzerőt indukálnak. Gondolok itt a Zöldváros projektre, amely nyilván azt segíti majd, hogy egy szép parkosított környezete legyen a településnek. A sümegi projektekről mi is rendszeresen tájékoztatjuk nézőinket. Összességében hol tartanak a projektek megvalósításában a települések, az önkormányzatok? Igen, itt most a megvalósítás fázisában vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a pályázatok írásra kerültek, és többségében a közbeszerzést most bonyolítják le a települések és a pályázatok, és most kell majd az elkövetkezendő időszakban kiválasztani azt a kivitelezőt, aki meg is fogja valósítani a pályázatokat. Én azt remélem, hogy tavasz környékén már sok helyen eljutunk az alapkő letételéig, és az elkövetkezendő évben pedig már láthatóak lesznek a jelek a fejlesztésekben, és kibújnak az épületek, új külsőt kapnak a felújítandó épületek, tehát az elkövetkezendő évben a lakosság is látja majd a fejlődést, a lakosság is látja majd ezeknek a pályázatoknak az előnyét. Igen, szokták mondani, hogy a beruházások, a fejlesztések akkor igaziak, hogyha az emberek is fejlődnek ezekkel együtt, vagy a beruházások önmagukban ugye nem érnek sokat. És éppen itt van akkor a foglalkoztatásnak a kérdése, a munkanélküliség kérdése. Ugye ez a térség, a sümegi térség hátrányos térségnek minősült jó pár évvel ezelőtt. Most vajon hol tart, mennyire nőtt itt ebben a térségben a munkanélküliség felszámolása, mennyivel több embernek van munkája, és éppen ehhez kapcsolódott a múlt héten a foglalkoztatási paktumnak az indítása, mennyire segíthet ez a térségben élőknek? Való igaz, 3 évvel ezelőtt a megye egyik legnagyobb munkanélküliségi mutatókkal rendelkező települése volt Sümeg. A munkanélküliségi ráta, ez megközelítette a 10%-ot. Ez jóval magasabb volt az országos átlagnál. Ma azt lehet elmondani, hogy itt is körülbelül annyi a munkanélküliek száma, mint amennyi az országos átlag, tehát körülbelül 4%. Én azt látom, hogy ez a 4% már súrolja itt, ebben a régióban is azt a határt, amikor már nem munkanélküliségről beszélünk, hiszen mindenki dolgozhat, aki dolgozni szeretne, hanem a vállalkozók, a cégek már munkaerő hiányban szenvednek, és sokszor ez okozza a legnagyobb problémát többek között a fejlesztésekben is, hogy nem találnak a vállalkozók olyan szakembert, olyan szakember utánpótlást, akikkel az adott fejlesztéseket meg tudják valósítani. Ez látható Sümegen is, és az elkövetkezendő időszakban én azt várom, hogy a paktum segítségével is azok a rétegek, amelyek eddig még kevésbé tudtak bekapcsolódni a munkaerőpiaci
szereplői feltételek közé, azoknak a feltétele javul. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a hölgyek tekintetében külföldön nagyon elterjedt a részmunkaidős foglalkoztatás. Tehát az édesanyja, amikor elviszi a gyermekét az óvodába, az iskolába, akkor utána elmegy néhány órában dolgozni, és amire a gyermek az iskolát befejezi, akkor újra az édesanyai szerepeket tudja elővenni a hölgy. Tehát a hölgyek részmunkaidős foglalkoztatása szerintem a paktumnak egyik fontos feladata lesz, hogy e felé elmenjünk és ezt bővítsük. A következő, amiben én látom még a lehetőséget, hogy a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők számára is megnyílik a munkaerőpiac, hiszen vannak olyan feladatok és olyan munkakörök, amelyek bizonyos fogyatékossággal élők is el tudnak végezni. Számukra is lehetőség a paktumon belül, illetve a környékben ad a munka lehetőség. És amit én még kiemelnék, hogy vannak nagyon sokan olyan a nyugdíjasok közül, akik éppen elmentek nyugdíjba, de még aktívak. Ők szeretnék még dolgozni, szeretnék átadni a tudásukat a fiatalabb generációknak, és a paktum és a foglalkoztatási lehetőségek erre is kitérnek, az ő továbbfoglalkoztatásuk is megvalósulhat, ha nem is teljes egészében, de részmunkaidőben mindenképpen. Ha ez mind-mind pedig beindul, és a gazdaság is szépen teljesít, már pedig látjuk, hogy szépen teljesít, akkor szent meggyőződésem, hogy a bérek is emelkednek, és ha a bérek emelkednek, akkor külföldről is vissza fognak jönni, legalábbis jelentős részben visszajönnek majd azok a szakemberek, akik a magasabb bér miatt korábban külföldön vállaltak munkát. Az emberek, a lakosok komfortérzetéhez a közösségi programok is hozzátartoznak. Mit tapasztal a elnök úr a térségben? Balatonfelvidéken, Veszprém megyében van-e fejlődés e tekintetben? Élénkebbek-e a különböző civil szervezetek, civil mozgalmak? Mindenképpen élénkülést látok. Én akár a nyári időszakban, tavaszi, sőt most már az őszi időszakban is olyan sok meghívást kapok, hogy szinte lehetetlen mindenhova elmenni, és lehetetlen eleget tenni valamennyi meghívásnak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok település, nagyon sok civil szervezet élt a pályázat adta lehetőségekkel, és van mit a településen bemutatni, és örömmel vannak rendezvények, és szerveznek ilyen rendezvényeket, amire természetesen meghívnak, és sokszor el is megyek ezekre. Éppen azt kapom néha kritikaként, hogy hogyan tudok ennyi rendezvényen részt venni. Hát szervezéssel és odafigyeléssel azért ez megoldható. Tehát én azt látom, hogy a minőségi programok irányában mozdult el jelentősen a régiónk, a térségünk és a balatoni települések is. És azok a települések, amelyek próbálnak és megtesznek mindent a színvonalas programok szervezésért, azoknak lehetőségük van arra, hogy a nyári szezonon kívül is megfogják a turistákat. Én azt gondolom, ebben van még fejlődni való nagyon sok a térségben, de látok elmozdulást és látom bizonyos településeknek az aktív szerepét ezen a téren. Oktatás a következő témánk, és elsősorban a sümegi felsőoktatás értékelésével kapcsolatosan szeretnénk a véleményét kérni, valamint a szakképzés elindításának a lehetőségéről. Én nagyon örülök annak, hogy a főiskola elindult Sümegen. Nagy támogatója voltam ennek a rendszernek, hiszen pedagógusként mi más tehet egy pedagógus? Örül akkor, hogyha az oktatási paletta szélesedik, az oktatási kínálat bővül, és a fiatalok az oktatásban találják meg a jövőjüket, és olyan szakmákat, olyan képzéseket választanak, amelyek később piacképes lesz. Hát egy pedagógusnak nem kell több. Én azt gondolom, hogy a sümegi régió is le volt maradva ezen a téren, és hiánypótló volt a főiskola megjelenése, és nagyon örülök, hogy ez elindult. Annak ellenére, hogy voltak ennek gátjai, sokan próbáltak keresztbe tenni a főiskolának, politikusok is, helyi szereplők is, régiós, megyei szereplők is, de azt gondolom, hogy a döntés polgármester úr igazolta, aki nagyon erős vonalat képviselt ebben az ügyben, és nem tágított. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és örülök annak, hogy a minisztérium is támogatólag lépett fel, és minden segítséget megadott a tekintetben, hogy a főiskola elindulhasson. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a szakképzésben is megvan a maga igénye a vállalkozói rétegnek, a munkaerőpiac szereplőinek, hiszen látjuk, hogy jelen pillanatban nem mindig tudja kielégíteni az oktatási rendszer a vállalkozók munkaerőpiaci igényeit. És hogyha a sümegi iskola elindul, akkor ebben is látok lehetőséget, hogy a sümegi környéki vállalatok, vállalkozók szakember utánpótlása is megvalósulhat.
Sokat említjük Sümeggel kapcsolatban a turizmus fejlesztését, néhány pályázat ezt is fogja majd segíteni. Azt gondolom, hogy nagy eredmény az, hogy január 1-től Sümeg is a Balaton régióhoz tartozik. Milyen előnyökkel járhat ez? Mit lehet kiaknázni ebből a lehetőségből? Én azt gondolom, hogy a fejlesztések mindenképpen e felé mennek, hogy innen lehet még mindig pályázati pénzekhez jutni. Hiszen ne felejtsük el, hogy a kormány kiemelt stratégiai ágazatnak tartja a turizmust, hiszen jelen pillanatban a turizmus a GDP 10%-át adja, 360 ezer embert foglalkoztat jelen pillanatban a turizmus, és a kormány szándéka szerint az elkövetkezendő évtizedben ez 16%-ra kell, tehát a GDP 16%-ára kell emelni a bevételi forrást. Ez azt jelenti nyilvánvaló, hogy oda is kell tenni a pénzt, tehát egy fejlesztés indukál újabb fejlesztést, tehát ahhoz, hogy a GDP valóban nőjön, és ilyen jelentős része legyen a turizmus az ország bevételének, ahhoz először fejlesztéseket kell megvalósítani. És a kormány szándéka szerint 365 milliárd forintnyi fejlesztés kell, hogy megvalósuljon a balatoni régióba, a Balaton környékére. És ezért érzem nagyon fontosnak ezt a január 1-i lépést, hogy a sümegi régió is beletartozik a balatoni régióba, hiszen innen is lehet újabb és újabb fejlesztéseket a településre, illetve a település környékére vonzani és idehozni. A kiugró pont nyilvánvaló a turizmus lesz az elkövetkezendő időszakban. És ahogy említettem, hogy 360 ezer ember dolgozik, a kormány szándéka szerint az elkövetkezendő 10 évben ennek 450 ezer embernek kell lennie, tehát nagy valószínűséggel csak nem 100 ezer fő plusz foglalkoztató lép majd be a turizmus égisze alá. Én ezért tartom nagyon fontosnak a turizmust, és ebben a régióban kiemelkedőnek, hiszen egyrészt a fejlesztések is e felé mennek, másrészt pedig itt látok még olyan lehetőségeket, hogy újabb munkaerő vonzunk be, újabb lehetőségek nyílnak meg, a munkanélküliség tovább csökken, és egy minőségi turizmus felé tudunk elmenni, ami ide fogja vonzani a látogatókat. És ez mindenkinek jó. Bevételt hoz a településnek, bevételt hoz a vállalkozóknak, és azok az emberek, akik eddig nem találták még meg a helyüket a munkaerő piacon, azok a turizmusban megtalálhatják. Azt említette alelnök úr nemrégiben az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületnek a záró összejövetelén, hogy a térséget talán egy egységes brenddel lehetne fejleszteni turisztikai szempontból. Hogyan értette ezt, mit jelent ez, melyek azok az eszközök, amelyek segíthetik nem csak a térség, hanem egész Veszprém megye turizmusát? Igen, én azt látom, hogy vannak kiváló civil szervezeteink, kiváló egyesületeink, amelyek jól összefogják a borászokat, jól összefogják a kézművességgel foglalkozókat, az őstermelőket, a vendéglősöket, és lehetne sorolni az önkormányzatokat a Balaton Szövetségen keresztül, és meg lehet sorolni a különböző szervezeteket, amelyek kiválóan működnek külön-külön. De ahhoz, hogy ez egy igazi attrakció legyen, ahhoz, hogy a fejlődés elindulhasson, ehhez valahogy egységbe kell kovácsolódnunk, és valami egységes brandet ki kell alakítanunk, ami miatt azt mondja mindenki, hogy ez a balatoni vonzerőnek a csinnya-binnya a közepe. Azért is mondom mindezt, mert elkészült a kormányzatnak a Nemzeti Turisztikai Fejlesztési Programja, amely 2030-ig tartó időszakra határoz meg feladatokat. Ebben egyértelműen lefektetésre került, hogy a 360 milliárd forintos fejlesztési összeg is elsősorban a régióknak az egységes szemléletét segíti. Tehát most már nem külön-külön egyes attrakciókat szeretnének támogatni, hanem egy régiónak az egységes brandjét, egy egységes fellépését, egy olyan arculatot, amire azt lehet mondani, hogy ennek a bizonyos régiónak ez a terméke, ez az elképzelése, és emögé lehet felsorakoztatni fejlesztéseket. Tehát én mindenképpen azt látom, hogyha ezt időben elkezdjük, akkor ebből mi jól jöhetünk ki. Nagyon jól működik ugye egy balatoni turisztikai egyesület a Badacsony környékén, és kiválóan működik itt Sümeg környékén az Éltető Balatoni Felvidékért, köszönöm szépen a segítséget, egyesület, és hogyha ezt a kettőt össze tudjuk hozni, a kettőnek a munkáját
vegyíteni tudjuk, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen jól jövünk ki. Sümeg ebbe kiválóan be tud illeszkedni, hiszen Sümegnek is fontos, hogy a Balatonra érkező turisták rossz idő esetén esetleg ebbe a régióba jöjjenek fel, és kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket a természet adott Sümegnek. Alelnök úr, megyei tisztségviselőként hogyan gondol a következő évre, következő évekre, hiszen a 2017-es évből már csak néhány hét van hátra? Igen, én abból indulnék ki, hogy a 17-es év az a pályázatok előkészítésének, a döntések meghozatalának az éve volt. Hiszen valamennyi pályázat döntése megszületik. A következő év pedig az előrelépés éve lesz, a fejlődés éve lesz, az építkezés éve lesz. De nem csak a topos pályázatokra értem mindezt, hanem nagyon-nagyon sok egyéb pályázatra, ami Sümeg és a megye tekintetében is megjelenik. Gondolok itt a vár projektre, gondolok itt a püspöki vár fejlesztésére, de gondolok a különböző TAO támogatásból megvalósuló sport és tornacsarnok fejlesztésekre. Ezek az elkövetkezendő években láthatóak lesznek, és minden település a saját életében meg fogja tapasztalni, hogy ezek a fejlesztések ezek elindulnak, esetleg évvégére több esetben már átadás is megtörténhet, de a következő év mindenképpen az építkezés éve lesz. Alelnök úr, köszönöm, hogy megosztotta nézőinkkel ezeket az információkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.